Azt szokták mondani, fentről lehet a legnagyobbba esni. Igaz, a csúcson sem feltétlen könnyű. Kadarka Endre vagyok, ez pedig a felfelé zuhanás. A Podped és a YouTube csatornám közös podcastje. Egy sorozat közismert magyar ikonok sors tragédiájáról. Bukásuk vajon eleve elrendelt volt, vagy életük szerencsétlen fordulópontok után vált drámaivá. Lehetett volna más másképp? Főszereplőink közül legtöbben már nincsenek köztünk, de szó lesz olyanokról is, akiknek története már életükben is sok tanulsággal szolgálhat. Nem a bulvár érdeklődés hajt, ahogy a vájkálás sem. Találgatások helyett beszélgessünk róluk nyíltan, értő figyelemmel, de tapintattal. Érdemes meghallgatni a műsor vágatlan, jóval hosszabb epizódjait a potpet.hu oldalon. Ez a pálya nekem nem a ragyogás, a csillogás, a fény elérését jelenti, lelki szükségnek érzem. Így viszonyult hivatásához a színművészethez Domján Edit. Olyan népszerű filmekben látotta a nagy érdemű, mint az Oldás és Kötés című Jancsó Miklós mozi, vagy a Két emelet boldogság. Domján Edit szerény körülmények között nevelkedett, de már kislánként kitűnt tehetsége. Mosolyától később elalértak a férfiak, csodálták a kollégák. Igaz! tekintete mindig szomorú volt. Kaló Flórián társult a színpadon és a magánéletben is. Évekig a Madágy Színház királynőjeként rajongott érte a közönség. Szécsi Pállal folytatott szenvedélyes, ám viharos kapcsolata, az öregedéstől és a megfeleléstől való félelem felőrölte őt. 40. születésnapján karácsonykor önkezével vetett véget életének. Vendégeim ezúttal Győrei Zsolt, Bezsenyi Tamás, és Domján Edith jó barátja, a kosút és Balázs béladías fotóművész keretéve lesznek. Azt lehet olvasni, hogy Domján Edith meglehetősen szerény körülmények között nőtt fel. Ez mit jelent pontosan? Édesapja mesés nevű Rúgyántagyárban volt gazdasági ügyintéző, édesanyja cserédlányként szolgált egy orvos lakásában, tehát amikor ő majd felvételizik a színház és filmőszeti főiskolára, akkor teljes joggal írja, hogy, hogy, származását tekintve abszolút megfelel a preferenciának. Mert hogy akkor ilyesfajta társadalmi osztályú fiatalokat próbáltak meg helyzetbe hozni. Igen, igen, igen. Volt ő tulajdonképpen a szovjet megszállásig, vagy felszabadulásig nem is nagyon lett volna esélye kitörni. Annál Színűként. is kevésbé valószínűleg, igen, tehát, tehát, hogy, hogy ezt írja is ebben az önéletrajzában egyébként, hogy, hogy, hát régebben egy, egy maga lány csak álmodozhatott egy olyan fényes pályáról, mint a, mint a színművészeti karrier, és, és igazából ez az új társadalmi rendel vált elérhetővé a számára. Azt mondod, hogy egy olyan karrierről, ez milyen volt ez a karrier? Nagyon látványos volt. Nagy, nagy csúcspontokkal, vidéki csúcspontokkal is Szeged, és aztán a madárszínházas Színházas néhány esztendőnek a kiemelkedő kiugró sikereivel, illetve közt a Petőfi Színházas sikerekkel, nagyon jelentős kollégákkal, előadásokkal, rendezésekkel, amelyekben emlékezeteset alakított lemezfelvételekkel, rádióműsorokkal, tehát egy nagyon, nagyon sok rétú. 67-ben közreadtak egy kimutatást a leggyakrabban foglalkoztatott színészekről, színésznőkről, és, és előbb már a színházi rész Domján Edith nyerte havi 31 előadása. Akkor azért mondjuk elég erős volt a mezőny, szóval ez tényleg emeli az ő igazi értéket. Avar István úgy emlékszik vissza, a főiskolai Domján Editre, hogy nagyon tetszett a fiúknak. Tehát, hogy ő egy ilyen fiú kedvence volt? Igen, azt hiszem, a szakonyikáról azt írja, hogy az összes férfi, aki, aki, látta a nézőtéren, amint ő játszik a színpadon, az, 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 teljesen elvesztette az eszét, a nők pedig irigykedtek, hogy, hogy mi lehet a titka vajon. Igen, valószínűleg egy nagyon-nagyon elbűvölő jelenség volt. Te tudod, rájöttél? Mi volt a titka? Hát, hát én ugye élőben nem láttam, a, a hangja, a kisugárzása még a felvételekről is átjön, az a, az, az egyszerre ilyen, ilyen kislányos báj és kedvesség, ugyanakkor az a, az a titok, amit valahogy mindig őriz. tehát hogy, hogy valahogy van egy ilyen fura kettősség a dologban a, a, a naív a kitárulkozásában, és, és ugyanakkor abban a zárkózottságban, ami, ami a magánéletét is folyamatosan övezi, egyszerre, mintha megmutatni akarná magát, és ugyanakkor elbújni. Igen, ugyanezt mondja róla Simon Zsuzsa, hogy volt kitárulkozó is, de valahogy zárkózott is. Ez mit táplálhatta? Ilyen volt a személyiségképete, vagy hordozott valamit, domiánedit, amiről lehet, hogy soha senki nem fog tudni. Valószínűleg az, az lehetett, hogy, hogy, elindul egy, egy olyasfajta szakmai magabiztossággal, amely, amelyet nagyon-nagyon meg tud tépázni minden szembejövő kritika, ellenvélemény, és, és valahogy a, a, a meg nem értettség, a, az igaztalanság, fölötti méltatlankodás hord keserűséget folyamatosan. Ki kritizálta őt? Volt idő, hogy a kritikusok is az 50-es évek vége felé, és, aztán a 60-as évek vége felé is, és hát általában a közönség szerette, de, de, de igazából az a fajta viselkedése, hogy hogy, hogy meglehetősen elzárkózó volt és és nem nem kereste a a, a szakmai társaságot, a, ezt, a, ezt a kiterjedt kapcsolatrendszert, ezt az együtt viharászást, ezt a mai csúnya szóval élves múzolást, ez, ez, ez valószínűleg sok emberben, aki adott esetben akár ilyen-olyan reményt táplálhatott is magában, csalódottságot és méltatlankodást keltett. Mivel bántották őt? Mondhatod, hogy a kritika azért. Legtöbbször a hangjába kötöttek bele, és a hanghordozásába. Hogy nyávog? Hogy, hát, hogy mesterkélt, hogy, 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 édeskés, hogy nagyon búg, és ez a, ez a búgás, ez... ez ez tulajdonképpen sok színésznőnek, akinek nagyon szép a hangja, sok színésznek is, ez, ez majdnem annyira teher tud lenni, mint, mint, mint amennyire áldás. Ha, ha nagyon jó, akkor könnyen fogják rá a hangjára, ha pedig támadni akarják, akkor a hangját vagy a hanghordozását támadják először. Ő az a fajta hiperérzékeny ember volt, aki az ilyesfélét nagyon a szívére vett? Igen, igen. Tehát miközben óvta valahogy a, a, a saját belső világát, a közben úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon kiszolgáltatott volt a kívülről érkező véleményeknek és kritikáknak tudsz is erre mondani egy példát, hogy mennyire tudod kiborulni mondjuk, vagy mennyire tudod eljutni az önbizalom vesztésig? Ez egy érdekes történet, amit, amit Mánsáros Lászlótól, aki nagyon nagy barátja volt, tudunk, hogy, hogy egyszer berontotta a mensáros öltözőjébe, zokogott, a mensáros lecsillapította, megkérdezte, hogy mi történt, és, és akkor elmesélte, hogy a, a Prince nevű kutyájával egy orosz agára sétált az utcán, és egy rossz indulatú járókelő elő előbb kiköpött, mikor meglátta, és azt mondta, hogy maga is kecskesét áltatás helyett inkább szülhetne egy gyereket. És, és akkor azt mondta a mensárosnak, hogy hát, hát, hát ezek nem tudják, hogy én királynő vagyok. Tehát, hogy, hogy, valószínűleg az a fajta szakmai elhivatottság és a, és a szakmája megbecsülésének járó, kiváltságának járó őszinte belső érzése ütközött ilyenkor mindig azzal, amikor, amikor ilyen hétköznapi helyzetekben kellemetlenségeknek, megpróbáltatásoknak volt kitéve. Volt, volt egy emlékműsor is? Igen. Ahol Sinkóics Imre megemlíti partnerével, hogy szerinte Domján Editnek a vélelmezett vagy bizonyított, ezt nem tudom, cigány származása elég meghatározó lehetett az ő életére. Nevezetesen, hogy egy picit körönkívüli volt. Egy picit azt érezte, hogy őt nem fogadhatják be. Sós Imrével kapcsolatban is analógiát von Sinkovics. Nevezetesen, hogy egy más társadalmi közegből érkező ember esetén érezhet valami, hogy elfogyott a levegő, vagy elfogy a levegő körülöttem. Ennek szerinted az ő kivülállásának bármilyen szerepe lehetett az ő sorsának az alakulásában? Az említett ö, ö, felvétel ugye azért fontos, mert ott a német Lászlóéknak a, a lakásában történik ez a ö, ö, rögzítés, és ott igazából Sinkovicsnak ez a félmondata az ö, inkább úgy ö, jelenik meg, és azért lényeges, mert Sinkovics inkább ez csak... Ö, megpróbálja megpendíteni, és aztán így és Gyula és Borsos Miklós az, aki nagyon egyértelművé teszi, amiből egy picit érezhető, hogy talán Sinkovics maga nem merné ennyire nyíltan kimondani, de aztán Borsosnak a, a beszédje, hogy, hogy itt mindenképpen a, a, cigány származás, és eleve már ő a vezeték névből, a domjából, mint erdélyi cigány származású családnévből akart valamilyen következtetést levonni. Bárhogy is van, az tény, hogy már Más ö, színészek, más művésztársai is megerősítették ö, Mensáros, illetve Szakonyi Károly ö, ö, drámaíró is, hogy ö, ö, előfordult például olyan, amikor az orosz aggárját, ugye az általa nagyon szeretett princet is például amikor sétáltatta, akkor ö, megszólták, és azt mondták, hogy feketeseggű seggű. Kérdezek egy látszólag érzékeny dolgot, de azért mert nem szóba hozni, mert hogy mindez nyilvánosságot kapott egy róla szóló emlékműsorban. Sinkovics Imre megemlítette Domján Edit vélelmezett cigány származását, és a beszélgető partnereivel arra jutottak, mondom, az ő gondolatkísérletüket, hogy azok az emberek, akik tulajdonképpen meg kellett, hogy ugorjanak valamifajta osztálykülönbséget, és itt Sósimrére és Domján Editre gondoltak, sokkal nehezebben tudtak megbirkózni a társággal, az ünnepeltséggel, a kiemeltséggel való attribútumokkal ön lát ebben bármilyen fajta összefüggést vagy logikát? Én nem hiszem, hogy akármelyik a két említett név között bármelyik is a roma származásuk miatt bármelyik cselekedettüket ez befolyásolta volna, hiszen ez itt nagyon okos volt, és soha semmiféle sértés, vagy bántás, vagy megkülönböztetés, ez őt nem érte. Ők inkább a társadalmi különbségre gondoltak, és Sósnál a paraszti származék volt, ami, ami, fontosnak mutatkozott. Tehát, hogy akkor átugrott az ő életük, olyasfajta kulturális kódokat kellett kicselezni, nem volt ilyen probléma. Nem hiszem. Én nem hiszem, hiszen olyan magasan kezdték a pályájukat olyan magasan álltak a színházi világban, a színészek között, hogy ha lehetett volna ilyen gondolatom, akkor se hittem volna el saját magamnak, mert egész más típusú emberek voltak, hát főleg az Edith, a Imrét nem ismertem annyira. Művésznő, tudom, hogy egy picit történelmietlen a kérdés, meg a mi lett volna, ha az sokfelé ágazhat el, de ön szerint hol kapott Gellert Domján életet? Mi volt az ős baj? Az ős baj az, hogy elvált a Flóritól. Az volt az ős baj. A Flori apja, apjaként szerette, szóval mindig megpróbálta a, az utat előtte tisztára söpörni, hogy ne legyenek kövek, vagy amiben ő megfutoljon. Ha ő ott marad mellette, végig tudta volna istápolni, gondját viselni? Én szerintem igen. Biztos. Azt lehet tudni, hogy ők miért váltak el? Nem. Én nem tudom. Akkor is máshogy alakul ön szerint az élete, hogyha Szegedről ők nem kerülnek Pestre, ez egész biztos másképp a rakón, mert mert ők Szegeden nagy sztárok voltak, de abban az időben, ugye az 50-es évek második felében, 60-as évek elején más, másról szólt a színjátszás, mint ma, és jobbnál jobb szerepeket játszottak, és kerestek nekik szerepeket. Úgyhogy euh, akkor nekik nagyon jó volt színésznek lenni. Tehát úgy gondolja, hogy Domján Edit idegrendszerével, személyiségképetével Szeged euh, biztonságában egészen otthonosabban tudott volna létezni, és nem teszik Egész ki magát. Biztosan. Igen, hát a Szeged kedvence volt euh, a fodrászalomban, egy szőket amit csak a Domján Edit vehetett fel egy orosz darabhoz, és másnak nem lehetett felvenni. Úgyhogy kivételezett helyzetben volt ő Szegeden, és azt ő nagyon élvezte. Ugye ő a főiskolán, vagy az egyetemen, Kaló választotta a sok kérő közül. Keleti Éva például azt mondta, hogy ha Kaló marad, akkor valószínűleg egész máshogy alakul az élete. Ő egy nagyon jó burkot egy nagyon gondoskodó közeget volt képes kialakítani, körülötte, kvázi ilyen apapótlék volt. Ezzel te egyet értesz? Mármint, hogy máshogy alakulhatott volna az élete? Valószínűleg máshogy alakulhatott volna az élete, de, de nem attól alakult szerintem máshogy az élete, hogy ők szétmentek és elváltak, hanem hogy úgy alakult az élete, hogy ők elváltak és szétmentek. Tehát ebben valószínűleg benne volt a, a Domján Editnek az erejét meghaladó, vagy talán az erejét meghaladó foglalkoztatottsága, népszerűsége, hajszoltsága. Benne volt az is, hogy mind a ketten rohantak a maguk dolgai után, valószínűleg a hétköznapok szintjén kiüresedhetett a, a házasságuk, és, és amikor ezt ezt belátták. Ugye Domján Edit úgy mondta egy barátnőinek, hogy, hogy, hogy már nem bír engem elviselni, és lassan már én sem bírom őt. Már akkor, egy akkor Igen, igen. Akkor, akkor, igazából meghozták ezt a döntést. Közösen? Közösen. Igen. Békében váltak el? Békében váltak el, és jó barátok maradtak. Még a halála előtti este is beszélt telefonon szent a volt férjével, aki aki ezt az alkalmat használta fel arra, hogy, hogy amikor Domján Edith azt mondta, hogy van egy kanadai kérője, és hozzámegy, és milliómos lesz. Ezt akkor... mondta? Igen, nevetve mondta minden esetre, akkor a Kaló Flórián azt válaszolta, hogy, hogy ha, ha 50 éves leszel, akkor újra megkérem a kezedet. Ezt tréfásan mondta Kaló Flórián. Ezt uh, tréfásan mondta valószínűleg, nem, nem, nem voltunk ott, de nem, nem tudom, hogy mennyi igazság magva lehetett. Már hogy ő közöttük, későbbiek során a gyengétségnek, vagy az érzelmeknek nem maradt meg az írmagja sem. hát úgy, úgy meghit maradt, és közvetlen a kapcsolatuk, hogy, hogy sokat beszéltek, és, és, jó viszonyban maradtak. Valószínűleg újra kezdeni azt, ami ennyire kifulladt, nem, 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 látták aktuálisnak abban a három évben, amely még, mint kiderült később a Domján Edit életében még hátra volt. Domján Edit, amikor végzetes cselekedetét meglépte. Ő neki akkor pestélyesen szólva, nagyon ment a szekér. Igen, igen, igen. Hát neki az utolsó években nagyon ment hogy magához csatlakodzak, és inkább csak egy, hogy nagyon ment a pálya. Hát a bolond lány az egy olyan sikert jelentett a számára, hogy, hogy ritka egy színész életében egy ekkora siker, és hát ehhez kapcsolódik egy csomó olyan magyar írót, rámájának a főszerepe, amit ő, csak ő tudott eljátszani, mert abban a korban élt, és ezeket az embereket ismerte. A Madár Színház nélküle szinte nem volt. Tehát ő neki akkor ezekben az években még egy nagyon kiadós perspektíva mutatkozott? Abszolút, abszolút. egy nagy, nagy pályának a, szinte azt kell mondanom, hogy az elején vagy a, a, az indulásánál volt amit hihetetlenül meglökött a bolondlány, és azóta sokszor próbálták eljátszani, színpadra tűzni, de soha nem érte el azt a hőfokot, mint az, az a pár év, azt hiszem, hogy év, de nem tudom már pontosan, hogy meddig játszották, mint a Madár színházba volt. Az egy találkozás volt a szerep és a, a, a az alkotó a színész között szinte egymásra vártak, hogy összejöjjön ez a találkozó. Ez a kívülről királynőnek tűnő, sikeres ember, akit lehet, hogy időnként megtámadott a kritika, de egy sikeres, kiegyensúlyozott, ünnepelt, boldog, gyönyörű nő volt. Hogy neki mi baja volt az élettel? Miért sodródott ő? Valami olyasmi érzésem van Igazából, hogy hogy egy kicsit folyamatosan szüksége volt a nagyon erős pozitív visszajelzésekre, folyamatosan szüksége volt arra, hogy elhiggye, hogy ő tényleg megérkezett oda, ahol, ahol tart, és ezért könnyen kizökkenthető volt a, a legkisebb negatív visszajelzéstől. A mellett valószínűleg, Érezte ezt a magába gubózási hajlandóságát, kényszerét, ezen időnként ilyen nagyon-nagyon harsány és, és kifelé forduló gesztusokkal igyekezett segíteni. És, és az is lehet, hogy, hogy ez a kétfajta viselkedése, ez, ez egy idő után egy olyan ingadozást indított el a kedélyében, amelynek egyre kevésbé volt tulajdonképpen az ura. Tomián Edith szerinted módszeresen készült arra, hogy 40 évesen eldobja az életét, hogy tulajdonképpen neki baja volt az élettel, és ez egy remek volt. Vannak olyan visszaemlékezések, amelyek szerint megvolt ez az alternatíva a, a fejében. Mint végig. Igen, igen. Hát ugye egy, egy Szegedi kolléganője azt meséli el, ez, ez ha jól tudom, akkor 59-es a, a sztori, amikor beszélnek egy kolléganőről, aki a Szegedi Színházba nyugdíjba megy, akkor akkor egyszerre csak azt mondja, hogy egy, egy színésznőnek nem is volna szabad 40 éves kora fölött élni, én öngyilkos leszek. És akkor nagy heherész, és ugye 27 éves a domján ekkor, és állítólag ő az egyetlen, aki nem nevet azon, amit, amit ő mondott. Tehát, tehát igazából vannak ilyen, ilyen visszaemlékezések, amelyek, amelyek ilyen, ilyen programszerűen, vagy valaki, valaki azt mondta neki, hogy, hogy mennyire gyönyörű vagy, mindig, ez körülbelül egy tíz évvel később, és azt mondta, hogy igen, húsz éve ilyen fiatal vagyok, és ilyen gyönyörű, csak hány színésznő van, aki ezt a húsz évet most kezdi? Ekkor pedig 37 éves. Ő lehet, hogy nem is az öregségtől félt, hanem a vélelmezett mellőzöttségtől, és attól, hogy a dívasága, hogy az ünnepeltsége, a nőisége, a szexusa által kiváltott ünnepeltség lesz majd kicsit tűnőben? Lehet, hogy, hogy arra gondolt, hogy, hogy az ő ünnepeltsége az valamilyen módon összefügg az életkorával, a szexusával, hiszen közben annyi példát láthatott a közvetlen környezetében is arra, hogy 40 fölötti színésznők milyen színvonalon milyen szerepeket játszanak el, milyen elegánsan és gyönyörűen érik el az újabb és újabb esztendőket, ebből nem merített energiát, vagy, vagy, vagy ezt nem, nem, nem tekintette példának. A, ért egy levelet, ami, ami nem publikált azóta sem a Kaló egy búcsúlevelet, az utolsó mondatát tette csak közzé, a volt férje, az, az úgy hangzik, hogy ma vagyok 40 éves. Tehát, tehát úgy tűnik, hogy, hogy, hogy igazából valahogyan az, az életkora nagyon-nagyon befolyásolta a gondolkodását, és nagyon mély aggodalommal és szorongással töltötte el. És még egy érdekesség, hogy tudomásom szerint minden zárójelbe tette, és három felkiáltójelet mellé. Igen. Tehát ennek azért van dupla fenekű üzenetértéke. Igen. No, de beszéljünk a végső nagy szerelméről, Szécsi Párról. Uh -huh. Ugye ők találkoznak egy tévéfelvételen, 12 évvel fiatalabb, akkor akkori nagy idézőjelvetett bombiványa, sztárja, a nők bálványa, és első pillanattól őrült szerelme lobbannak egymás irányában. Két sebzett, bizonytalan ember találkozása volt mindez mindig meg kell kérdezni, nehezen fogjuk tudni rekonstruálni a valódi érzelmi térképet. De itt igazi, megalapozott szerelemről beszélhetünk, vagy csak valami végső kétségbe esett fellobbanásról. Valószínűleg egy nagyon-nagyon mély ö, és, és felkavaró találkozásról beszélhetünk, amely, amely gyakorlatilag nagyon erősen bele tud kapaszkodni mind a két oldalon abba a szükségbe, Amennyire egy nagy, nagy szerelem kellene ennek az embernek és annak az embernek is. Tehát, tehát ez, ez valószínűleg egy ideig nagyon szinkronban mozog egymással, hogy, hogy igen, ő az, és igen, találtam valakit. Tehát a, tehát a szerelemnek a másikra, illetve az önmagunkra vonatkozó oldala az, az valószínűleg egy ideig nagyon-nagyon szépen együtt mozog. És abolátlan is volt mindez. Tehát egészen szélsőséges, hogy mondjam, megnyilvánulások formájában adták tudtára a másiknak, hogy mennyire szeretik egymást. A jövőt tervezték. Nem tudom, hogy ott hagyta Szécsi a szabinnőket, Megvárta őt otthon domján, tehát azzal, hogy akkor tervezzék meg a közös életet. Ezeknek a megalapozottságát tudom, hogy nagyon nehéz megállapítani, de te tulajdonképpen egy picit ilyen kezdeti lelkesedésnek tudod be. Hát megvolt ez a, ez a kezdeti mámor és lendület, ami, ami közös tervekbe csapott át, szakmai tervekbe is. Tehát a Szécsipál beszédórákat kezdett venni a, a Domján Edittől, hogy, hogy hogy tudna szebben, színesebben beszélni. És, és hát valószínűleg. Ez a, ez a, rácsodálkozás, amit, amit fura módon szerintem első körben ez a korkülönbség még szíthatott is, még, 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 fokozhatott is, hogy, hogy ők, ők egymásra találtak, lám tényleg nem számít a, az életkora a szerelemnél, és, és, ez valószínűleg a, a Domján Editet még, még külön meg is részegíthette. Aztán ez később nem bizonyult elég benzinnek? Tehát jöttek a problémák? Jöttek a problémák, hát jönnek később a problémák. Igen. Ez amiatt lehetett, hogy Szécsi környezete elkezdte Szécsi cikizni a korkülöpség miatt? Hát többször, többféleképpen szóvá tették, és, és elég, elég fájó és gúnyos módon, tehát amikor a, az Edith a próbáikra, akkor ott elkezdték a Mami blues játszani, meg, meg... Azért az elég Igen, igen, ezek, ezek ilyen nagyon, nagyon kegyetlen megnyilatkozások. Tehát Domján Edi tisztában volt azzal, hogy Szécsipák környezete élcelődik mindezzel. Igen. Ez vezethetett a szakításhoz bizonyos értelemben? Ö, igen, ez vezethetett a szakításhoz, illetve az is, hogy... Ö, hogy a Szécsi Pál ezt, ezt, nehezen dolgozta fel, és ebben a feldolgozásban gyakrabban nyúlt a pohárhoz. Ami egy nagyon zavarta És ez, ez, nagyon zavart. Nagyon így Szécsipál a vége felé. Igen, igen, sokat és, rendszeresen, igen. Ő egy ilyen szélsőséges figura volt, ha hívott Szécsi Pál? Magába zuhanós volt, és, és, és igazából azt hiszem, hogy tulajdonképpen vagy azt gondolom, hogy Domján Editet valószínűleg az zavarhatta ebben, nem is talán ez ennek a külső jelei, vagy hogy agresszív, vagy, vagy, vagy ilyesmi, hanem, hanem az, hogy, hogy valaki ennyire elárulja, hogy nem tud magában megkapaszkodni, ennyire, ennyire összeroppan, Tehát ennyire a... kiadja magát a környezetének és a világnak. Tehát Domjánt inkább szétsi instabilitása zavar. Igen. Látványos Igen. instabilitása. Megkérte a kezét az állatkertben. Igen. Miért mondott nem nemed, de miért kért időt Domján Edit? nagyon nehéz. Ha, ha, elfogadjuk azt, hogy neki már hosszú-hosszú évekkel korábban megvolt az a, az a terve, hogy, hogy, mondjuk 40 éves koráig akar élni, akkor, akkor valahogy ilyen nagyon sorszerű lehet ez a, ez a szerelem, ami, ami bekopogtat gyakorlatilag így a, a elvileg utolsó esztendejének a januárjában. Tehát, hogy, hogy, hogy ezzel, ezzel most, 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 mit lehet kezdeni, hogy ez, ez, valami olyan jelként értelmezendő, ami, ami azt uh, mutatja neki, hogy éljen tovább, vagy, vagy egy olyan kísértés, ami, ami, aminek, uh, aminek ellen kell állni, mert, mert kizökkenti őt ebből, és... és az elvészt... eredeti elhatározás. Igen, igen, igen. Milyen érdekes dolog, soha nem fogjuk megtudni a valódi igazságot, ezt egyedül valószínűleg csak Domján Edith tudja, de hogyha egy ilyen nagy szerelem nem tudta felülírni az eredeti, vélt vagy valós szándékát, azért az nagyon elgondolkodtató. Magát ezt a nagy szerelmet is, hogyha, hogyha olyan irányból nézzük, akkor, akkor akár elképzelhetjük egy, egy gyönyörű epilógusnak egy, Lezárásra. egy színésznő önmagával szembeni ö, elképzeléseiben, vagy önmagáról alkotott elképzeléseiben, hogy, hogy, most még utoljára, amikor már csak ennyi ideje van hátra, élete utolsó hónapjaira megajándékozza a sor, sőt, egy ennyire nagy szerelemmel. Ezt támaszthatja alá az is, hogy Szicsi már teherbe ejtette Igen. Domján egyet elvetette ezt a gyereket, úgyhogy mindenről nem szólt Szécsipálnak. Igen, igen. Ez is nagyon-nagyon megrázó. Igen. Megrázó és beszédes. Tehát, hogy ő már nem tudott tervezni. Mondjuk külön elgondolkodtató, hogy nem is vonta be ebbe a döntésbe Széjcsipát, aki tudomásom szerint ezen nagyon kiborult, és ez játszhatott a szakításhoz. Volt egy öngyilkossági kísérlete is Szécsipálnak, ott 72 őszén, ami után a Domján Edit megkérte a rokonait, hogy, hogy, ő hozzá, hozzá kell a kórházból, ott együtt töltöttek még egy éjszakát, és a reggel mondta meg a, a az Edit a Szécsi hogy, hogy akkor, akkor, tulajdonképpen ennyi volt, itt elválnak az útjaik. Ugye Szécsi Pál, nem is tudom, 6 vagy 7 vagy 8 öngyilkossági kísérletet tudhatott magának. Domján Edit végzetes tettét megelőzően volt bármilyen kísérlete? Nem, ö nem volt öngyilkossági kísérlete, de, de ilyen érdekes történetek fennmaradtak, hogy, hogy például, amikor húzzák fel a háttérfüggönyt egy előadás után, aminek a végéről lelóg egy ilyen kötél akkor azt a nyaka köré csavarja azt a kötelet, és kéri a díszítőket, hogy húzzák följebb-följebb, amíg ott spiccel, és akkor, akkor veszik ki csak a nyakát a hurokból. Tehát egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen furcsa... Morbid játék van benne, és, és tulajdonképpen egy ilyen körbe ennek az elképzelt végnek. Ugye a környezete úgy számol be erről a végzetes tettéről, hogy azért, ha nagyon figyelmesen és az események tükrében, tükrében kezdik el vizsgálni az asztal hónapokat, nagyon sok árulkodója volt. Tehát Domján Edit segítséget kért ezekkel a mondatokkal? Valószínűleg. Olyan mondatok lehettek ezek, amilyenek korábban is gyakran elhagyhatták a, a száját az ő az ő zárkózottsága, az ő befelé fordulása, az ő labilitása egy, egy olyan szakmailag kollégák körében közismert titok volt, aminek lehet, hogy a súlyos súlyosbodását nem tapasztalták, vagy nem, nem érezték. Mi volt az utolsó pont Domján Edit életében, amért eldobta az életét? A, egyrészt Domján Editnek a, a karakterében, legalábbis a pályatási visszaemlékezések tükrében azt lehet mondani, hogy nem feltétlenül egy utolsó pontról beszélhetünk, vagy nem annyira egy egyértelmű felépülő és progresszív uh, problémakezelésről, hanem sokkal inkább egy előzetesen már a, a kiválasztott dátum, a kiválasztott életkor, ugye a saját 40 éves uh, életkorának a tükrében érdemes ezt nézni. Én azt érzem, hogy nála nem utolsó pontról van uh, elsősorban értelme beszélni, hanem arról, hogy ő valamit eldöntött uh, Feltehetően korábban, és ehhez a döntéséhez ő nem akart soha semmilyen segítséget kérni, nem is gondolt arra, hogy bármilyen figyelemfelhívás, vagy bármilyen baráti uh, jó szándékot uh, akár um, uh, intencionálisan, akár, akaratlago vagy tehát akár akaratlagosság nélkül ösztönösen igénybe vegyen. Ez azért is fontos, mert a akkor, amikor mi erről az egész témáról beszélünk, akkor ő december 26-án, amikor aztán végül rátalálnak, akkor ő az azt megelőző két nap egyébként, nem csak, hogy a, a családjának ugye ajándékokat vesz, és egyébként meg is látogatja őket, így egyébként az öcsével, Dénessel is beszél. Nem csak arról van szó, hogy például a Madács Kamara a művészeti titkárával, a Löffler Istvánnal um, találkozik, sőt, ő fölhívja magához oda a Fürsándor utcába. És ebből mi következik? Tehát, hogy Az módszeresen következik. készült, elrendezett mindent, hogy a napon, a születésnapján ő ezt végrehajtsa? Ő szerintem a attól félek, bár természetesen ehhez um, nagyobb um, művészeti, vagy mondjuk úgy, hogy színháztörténeti hozzáértés is szükségeltetik, de én azt gondolom, hogy ő egyébként nem... Um, Problémázott azon, hogy mindent rendezzen, mert ö, ő tisztában volt azzal, hogy már minden el van rendezve. Pontosan azért, mert annak a megfontolása szerint élt, ami ö, szerint ugye 40 évesen ő ezt el akarja követni. Ugye ezt Márkus Lászlótól ö, tudjuk aztán később, amikor 81-ben egy emlékműsor ö, készül róla. Én inkább azt gondolnám, hogy. Ezt Márkus 81 ben mondja el, hogy még Domján Edit életében Domján egyszer azt mondta neki, hogy ő nem akar tovább élni, mint 40 éves. Így van, ember. És így van, és az azt megelőző évben, amikor még 39-et töltötte, csak amiatt, hogy kaló flóján a, a volt férje, rosszul emlékezett, és először őt megköszöntötte, felköszöntötte úgy, hogy, mint, hogy a 40. 40. születésnapja alkalmából, akkor rendel később amiatt italokat ott a, a Madács színházban, mert rájön arra, hogy hát elszámolta magát az ő drága férje, és továbbra is egyébként, mivel a 32-ben született, ezért akkor még 71-ben, 71 karácsonyán még csak 39 éves. Nem csak az a fontos, hogy ezt mondja egyébként Márkusnak, és Márkusnak volt azért annyi lélek jelenléte, hogy az az egyébként sok szempontból inkriminált és nézői visszajelzések alapján is problémás emlékműsor 81-ből, abban ő meglehetős érzékenységgel próbál beszélni a Domjánhoz fűződő kapcsolatáról. Én inkább arra gondolnék, hogy az, ami például Löfler Istvánhoz kötődik, tehát hogy például egy új magnót hoz a, a lakásába, és segít neki beállítani egyébként a művészeti titkár. Nagyon sokat nevetnek együtt, és nagyon jó hangulatban válnak el. Ezek azért fontosak, ezek az apróságok, mert ezt ő akaratlagosan akarta ott még azt a zenét. Valószínűleg ő arra a helyzetre akart fölkészülni, uh, amihez ez, a, ez az eszköz akár uh, segítségül nyú, uh, nyújthatott. Micsoda? Hát ez a magnó, tehát az, ahol ő ezt, az, ezt egy ilyen uh, akkor um, um, egy modern uh, uh, magnó volt, aminek egyébként a behangolását és a. De mihez a... kellett ez neki? Talán részben a, 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 felkészüléshez. Már az öngyilkosságra. Az öngyilkosságra való felkészüléshez, mivel aztán a későbbiekben, ugye ahogy a, a Mensáros László, Bálint András, Traupál és Nagy Anna négyes, ugye akik a, amiatt mennek ki hozzá, mert a, a madácsban nem tud beérni 2.30-ra a kandida darabhoz, akkor ugye ők azzal találkoznak már a levél szekrényben való átjutás és ott a kis bekukucskálás révén, amit aztán később Komáromi Tibor rendőrnyomozó is megerősít, aki egyébként ott a, a, ezt a, az egész ügyet, mint államigazgatási eljárás lefolytatja, hogy gyógyszerrel, tengével is próbálkozott, és ugye a vége volt az, a, az az akasztás, ami aztán végül előidézte egyébként az ő halálát. Hát te, ő biztosra ment. Ő teljes mértékben, én abban gondolkodnék, hogy ő teljes mértékben biztosra ment. Ami fontos az, az, hogy Attól, hogy valaki ezt eldönti. És ő ilyen értelemben nem a, a műsorodban egyébként szereplő más ö, hősökhöz és ö, ö, nagy ö, 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 karriert befutó emberekhez képest ö, nem gondolkodott figyelemfelhívásban, ő nem akar segítséget kérni. Ő ö, tipikusan az a, az öngyilkos, amit ö, lehet, hogy. Ö, azt mondanám, hogy a, a más műsorokban is, illetve egyébként is, hogyha erről az öngyilkosságról beszélünk szakmailag, akkor azt lehet mondani, hogy a, az öngyilkos nem mutatja semmilyen módon sem depressziónak, sem pedig olyan megnyilvánulást nem tanúsít, nem mutatja annak a jelét, hogy ő ilyesmire készülne. Aki valóban meg akarja. Aki valóban meg akarja magát. Aki és... viszont figyelemfelhívás remél és szeretné, oda vonzani a tekintetet. Ő beszél folyamatosan erről? Ő sokkal többször, így van. Ugye nagyonnának pár nappal a halála előtt beszél arról, hogy ő ezt az életet, ha ez az élet, ő nem akarja. Igen, amiről persze Nagy Anna például nem tudhat itt és most, hogy amikor egy bő évtizeddel korábban Szegeden játszik a az öltözőben egy kolléganője gyerekével, és az megkérdezi, hogy miért nem, miért nem szűzte nem is egy gyereket, akkor ő ránéz, és azt mondja, hogy erre a világra. Teh, tehát, hogy, 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 igazából valahogy van egy, van egy olyasfajta folyamatosság az ő gondolkodásában, amit, amit valószínűleg a, a, színésznői kiszolgáltatottsága az, az csak még élesebbé és mélyebbé tesz. Sőt, tudok egy olyan történetről, amikor saját magát szinkronizálta, nem sokkal halála előtt, és amikor visszanézte saját magát, akkor sokak döbbenetére keservesen elkezdett sírni. Tehát megrendítette őt a látvány. Illetve volt egy, egy olyan uh, film, a Jókai Annának a Labda című kisregényéből készült film, amit úgy oldottak meg a, a rendezővel, hogy smink nélkül játszott, és amikor visszanézte, akkor nagyon-nagyon akkor megdöbbenve azt mondta, hogy ez vagyok én, ez az én arcom, ez az én karom. Tehát tehát igazából ezt, a, ezt az öregedést, az öregedésnek a, a fizikai tüneteit úgy tűnik, hogy, hogy nem tudta, nem akarta beépíteni az én képébe. Valami nagyon mély tiltakozás volt benne. Miközben el is játszotta időnként a boldog kiegyensúlyozott embert. Azon gondolkodom, hogyha valaki karácsonykor a születésnapján, december 25-én elkívánja dobni az életét, elmegy a rokonaihoz ajándékokkal, és mindezt úgy prezentálja, hogy ő egy kiegyensúlyozott ember. Ez az, amit igazából nem lehet, nem lehet úgy megválaszolni, hogy, hogy vajon egy, egy, egy olyan reménysugár, hogy én most elmegyek kiegyensúlyozottabb, derűsebb emberek közé, akkor hát, ha kapok valami olyan választ, ami itt és most gyógyszer lesz, vagy pedig, vagy pedig az egész világot távol akarom magamtól tartani, és ennek karácsonykor az a módja, hogy, hogy semmiképpen se sajnáljanak. Éppen ezért mindenki elmegyek, viszek nekik ajándékot, mosolygok, és akkor senki nem gondolja, hogy baj van, és békén hagynak, és, és aztán nyugton visszabújhatom a, a saját lakásomba, a saját terveim közé. Ugye, almás éva sok évvel ezelőtt jó barátságot ápolt. Domján Edittel azt mondta, hogy mást érdemelt volna. Ha többet kap ebből a szerelemből Szécsál folytatott szerelemből, akkor lehet, hogy máshogy alakul, nem hibáztatva, mondta mindezt Szécsi párra vonatkoztatva, de hogy egy nagyon labilis, nagyon ideggyenge fiatalemberrel került össze, és ez nem használt Domján Editnek. Nagyon nagy kérdés az, hogyha egy, egy annyira labilis és kiszolgáltatott ember, ami ennek a Domján Edit mutatja magát, egy, egy, egy sokkal erősebb és nyugodtabb emberrel van együtt, az a sokat segíte neki. Minden esetre a házasságának a felbomlása nem erre utal. Az is lehet, hogy egy, egy gyenge ember a másik erejében a saját fogyatkozásait éli meg, és, és annak meg ez a fonákja. Tehát, tehát, azt hiszem, hogyha, hogy vannak olyan zuhanások, amelyek, hogyha elindulnak, akkor, akkor csak itt tudnak véget érni. Az ő esetében tesz látod. Én ezt gondolom, igen. Hát, igen. Hogy nem lett volna egy olyan ölelőkar, egy olyan pont, egy olyan háló, egy olyan keret, amely mindezt meg tudta volna akadályozni. Nagyon sokan szerették, meg volt a családja, az öccse sikeres életet élt, a barátai voltak a szakmán belül, nagyon sokan becsülték sokra, a, a, a volt férje is támaszt nyújtott neki, tehát, tehát igazából, ha afelé fordult volna a figyelme, hogy egy nagyon nehéz korszakban mibe tudok megkapaszkodni, és hogyan tudom túlélni, akkor, akkor valószínűleg megtalálhatja azokat a csatornákat. Nem, nem, nem ez volt az iránya véhetően a gondolkodásának. Ön szerint meg lehetett volna menteni az utolsó éveit tekintve? Domján Editet? Hát nem tudom. Az igazság az, hogy fogalmam nincs. Az ember csak önmagát tudja megmenteni. Ha másra elvatkozik ebbe bele, az már, már azt jelenti, hogy nagyon nagy baj van. Ön utólag visszagondolva egy-két motivumra, egy-két mondatára, amelynek a térfogatát, vagy a valódi Értelmét nem igazán akarjuk, vagy akarta érteni a művésznő. Ennek tükrében ön úgy gondolja, hogy ha hamarabb esetleg reagál valamire, bármi megváltoztatható lett volna, és most nem önről beszélek, hogy... Á Biztos vagyok benne, ha elfogadja a sok, és tényleg jelentős baráti segítségeket, ha meghallgatja a barátok véleményét, ha, ha, ha egy picit segítenek neki, tehát ő öntörvényű volt, tehát nem nagyon lehetett. Úgyhogy, tudja, van egy ilyen nagyon egyszerű mondat, hogy a csillagokban ez volt megírva. Azt hiszem az edit esetében is az volt, hogy bármit tehetett volna a kollégák, a barátok, a közel hozzátartozók, ennek így kellett történnie.